Tisztelt meghívott vendégek! Az előző évek során alpolgármesterként sok alkalmam nyílt hozzászólni egy-egy testületi anyaghoz, véleményt és javaslatot megfogalmazni, most mégis nehéz megszólalnom. Nehéz, mert immár megválasztott polgármesterként minden kimondott szónak, elmondott gondolatnak sokkal nagyobb súlya és jelentősége van számomra, mint volt korábban. Minden szó és gondolat mögött ott van a városért és annak minden lakója iránt érzett felelősség. Az a felelősség, amely zsinór mértéket szab jövőt építő közéleti munkánknak, amely értelmet ad közösséget formáló tevékenységünknek. Felelősség, amellyel a választópolgárok bizalmukkal együtt bennünket felruháztak. Csak rajtunk múlik, hogy mennyire tudunk élni ezzel a bizalommal és felelősséggel. Ezen ünnepi pillanatban szeretném önöket és minden 60-i polgárt biztosítani arról, hogy amint az ország egészében, úgy 60-ban is tovább folytatjuk a megkezdett utat. Erőt ad nekünk az a tudat, hogy ebben a város polgárainak jelentős számú támogatását is magunk mögött tudhatjuk. Magam és képviselőtársaim nevében köszönöm ezt a támogatást, ígérem, mindent megteszünk azért, hogy a jövőben is rászolgáljunk erre a bizalomra. Kedves képviselőtársaim! A város további építése érdekében elérkezett a cselekvő összefogás időszaka. Igen, összefogásról beszélek, és kérem, hogy ezt értsék jól. Meg lehet, hogy az elmúlt hetek és hónapok során a választási kampány párt csatározások zajától volt hangos. Magam is politikai pártok és civil szervezetek közös támogatásával indultam. Azt sem titkolom, nem lenne őszinte dolog részemről, hogy természetesen nagyon örülök a Fidesz-KDNP szövetség elsöprő sikerének itt és országszerte. Ugyanakkor a választási kampánynak és ezzel a párt rivalizálásnak vége. A további munka már nem a pártpolitika frontján zajlik, hiszen folytatódik a város továbbépítése érdekében megkezdett feszített ütemű munka. Rengeteg dolgunk van, nagy feladatok állnak előttünk, és a sikerhez egységes közösségre van szükség. Az a dolgunk, hogy közösséget építsünk, és egyetlen közös célunk van, 60 város sikere. És ebben nem a pártpolitikai ideológia, hanem a város lakóinak érdeke a vezérlő elv. Ezért azt kérem mindenkitől, aki a képviselőtestület munkájában részt vesz, hogy pártállástól függetlenül mindenek előtt 60-i legyen, és mindenek fölött 60 érdekeit képviselje. Közösség, őszinteség, hatékonyság. Ez a három szó kell, hogy jellemezze mind a testület, mind a hivatal munkáját. A 60-i polgároknak mindenkor érezniük kell, hogy mi vagyunk értük, és nem fordítva. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Szabó Zsolt államtitkár úrnak azt a kiemelkedő munkát, amit az előző 4 évben polgármesterként tett a városunkért, stabil alapot adva a településünk fejlődéséhez. Államtitkári kinevezésével minden eddiginél több és nagyobb lehetőség nyílik számunkra a jövőben. Vele egyetértésben 3 dimenzióban gondolkodhatunk és cselekedhetünk tovább. Városban, parlamentben és kormányban egyaránt. Az előző 4 esztendő eredményeit látva azt gondolom, továbbra is érdemes bíznunk az építő munka közösségformáló erejében. Városvezetőként magam a továbbiakban is ezt a hozzáállást fogom képviselni, és ugyanezt kérem, ezt várom el mindenkitől, aki ebben a közös munkában, 60 város jövőjének építésében velem tart. Ezért kell hát együtt dolgoznunk tovább a 60-iakért, a városért. Köszönöm szépen!